Az érdekes tények a nagyvilágból című videóm első részéhez hasonlóan, most is olyan érdekességeket igyekeztem összegyűjteni, melyek egyszerre több országhoz is, vagy éppen egyikhez sem kapcsolódnak. Ettől függetlenül azért most is lesznek egy-egy országhoz kötődő érdekességek is. És hogy egy kicsit interaktívabbá tegyem a videót, ismét tettem bele kérdéseket is, melyekkel a tévés vetélkedők mintájára tesztelheted a tudásodat. Természetesen később a helyes válaszok is el fognak hangzani. Kérlek, tarts velem ismét! Kezdjük is mindjárt egy kérdéssel. Most azonban kivételesen nem adok meg válasz lehetőségeket, mert azzal azonnal lelőném a poént is. Gondolom ebből már lehet sejteni, hogy egy kis csavar is van a dologban. Szóval a kérdés így hangzik. Franciaországnak melyik országgal van a leghosszabb közös szárazföldi határa? Hamarosan mondom a választ is. Így néz ki a világtérkép, ahogy mi ismerjük. Csak hogy ez úgy készült, mintha az összes szélességi kör az egyenlítőtől a sarkkörökig közel azonos hosszúságúak lennének. Mindez azt jelenti, hogy a világtérképen a méretarányok eltorzítva vannak megjelenítve. Valószínűleg a legtöbben nem is gondolnák, hogy mennyire. Ráadásul, ahogy távolodunk az egyenlítőtől, ez a torzulás egyre jelentősebb. Erre nagyon jó példa Grönland, melyről a térkép alapján azt feltételezhetnénk, hogy mérete közel megegyezik Afrikájéval. A valóságban természetesen erről szó sincs. Míg Afrika 30 millió négyzetkilométeres, addig Grönland alig több mint kettő. És bár még így is ez földünk legnagyobb szigete, területe Afrika méretének csak a 1/14 részét teszi ki. Mindez jól érzékelhető ezen a térképen, melyen az országok torzítás nélküli, egymáshoz arányosított mérete látható. Most bizonyára sokan felteszik a kérdést, hogy akkor mégis miért néz így ki a világtérkép, ha ennyire nincs köze a valósághoz. A válasz nagyon egyszerű. Mert még mindig ez a legjobb módja, hogy egy gömb teljes felületét úgy jelenítsük meg síkban, hogy nem cakkozzuk fel cikkelyekre. A világ lakossága 2022. november 15-én érte el a 8 milliárdot. Bár a férfiak száma nagyjából 50 millióval meghaladja a nőkét, ez mégsem nevezhető szignifikáns eltérésnek, mivel az eltolódás kevesebb, mint 1,3%-os. Azonban, ha a térképen országokra lebontva nézzük meg a nemek arányát, egészen érdekes kép rajzolódik ki. Azt láthatjuk ugyanis, hogy a világ nagy részén mégis a hölgyek vannak túlsúlyban, és szinte csak Afrika északi részén, az arab országokban és Dél-Ázsiában igaz, hogy a férfiak száma meghaladja a nőkét, de ott viszont jelentősen. Mindez sokkal kevésbé tűnik meglepőnek, ha megismerjük az okokat is. A legtöbb országban egyszerűen azért van több nő, mert ők átlagosan hosszabb ideig élnek, mint a férfiak. Azokban az országokban pedig, ahol ez az arány megfordul, ott a legtöbb esetben valamilyen okból kifolyólag mesterségesen avatkoztak bele a nemek arányának alakulásába. Vannak országok, ahol társadalmi vagy kulturális okokból a fiúgyermeket előnyben részesítik, ezért szelektív abortuszokat végeznek. Ilyen ország például Kína. És vannak olyan országok is, ahol a férfi munkaerő bevándorlása borítja fel jelentősen az egyensúlyt. Erre pedig az Egyesült Arab Emírségeket, vagy Katár tudnám példaként felhozni. Egyébként pont ez az a két ország, ahol a legmagasabb a férfiak aránya. Az emírségekben 69, míg Katárban 75%, vagyis ez utóbbiban csak minden negyedik polgár nő. A mérleg másik oldalán pedig Nepál áll, ahol 54,2% a hölgyek aránya, majd őket követi Lettország 53,9-el és Litvánia 53,7%-kal. Az első kérdés így szólt. Franciaországnak melyik országgal van a leghosszabb közös szárazföldi határa? Ha esetleg Spanyolországra vagy éppen Olaszországra tippeltél, szó szerint nagyon távol jártál a valóságtól. A keresett ország ugyanis Brazília.
Ennek az az oka, hogy ahogy már ezt az előző részben is említettem, a Dél-Amerikában található Francia Guyana nem egy független ország, hanem a hivatalos státusza szerint Franciaország tengeren túli megyéje. Vagyis mint ilyen, szerves részét képezi az országnak. Francia Guyanának pedig 730 kilométeres közös határa van Brazíliával, míg a második helyen álló Belgium csak 695, vagyis 35 kilométerrel rövidebb szakaszon határos az országgal. Az árapály jelenséget gondolom senkinek sem kell bemutatni. A tengerek és óceánok ciklikusan váltakozó szintkülönbsége elsősorban a hold, kisebb mértékben a nap tömegvonzásának köszönhető. Az már kevésbé közismert tény, hogy az apály és dagály közötti vízszintváltozásban hatalmas eltérések figyelhetőek meg a világ egyes pontjain. Míg a Kanadában található Fundy-öbölben akár a 21 métert is meghaladhatja a legalacsonyabb és a legmagasabb vízállás közötti különbség, addig az oroszországi Szentpéterváron alig 50 cm a váltakozás mértéke. Ennek oka, hogy a dagályt úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas hullámot, mely végigfut az óceánok felületén. A mélyebb nyílt vizen hosszan elnyúlik, ezért alacsony marad, de ahogy sekélyebb részhez ér, ami jellemzően a partok közelében fordul elő, elkezd a víz feltorlódni. Mindez azzal jár, hogy növekszik a hullám magassága. Ugyanez a helyzet akkor is, ha mondjuk egy keskeny öbölbe ér. A kisebb szigetek körül viszont ez a jelenség sokkal kevésbé szembetűnő, ugyanis azokat a víz szabadon tudja körüláramlani. A földközi tengeren sincs jelentősebb vízszintváltakozás, mivel a Gibraltári szoros túl szűk ahhoz, hogy komolyabb mennyiségű víz áramoljon át rajta keresztül. Ennek ellenére az olaszországi Velence környékén még így is 120-140 cm-es a szintemelkedés. És még egy érdekesség. Az árapály jelenség nem csak a tengereken és az óceánokon, de a talajvízben is megfigyelhető, igaz jóval kisebb léptékben. Ezt a tényt pedig először az Aggteleki karsztban található Vasimre barlangban sikerült bizonyítani. Jöjjön ismét egy kérdés. Melyik a világ legnagyobb temploma? A. A vatikáni Szent Péter Bazilika, B. A Milánói Dóm, C. A Szent Sebestyén katedrális Rio de Janeiro-ban, vagy D. A Firenzei Dóm. A világon számos olyan sziget található, melynek felkeresése nem tartozik kimondottan az ajánlott kategóriába. Mégpedig azért nem, mert valamilyen okból kifolyólag nincs túl nagy valószínűsége a látogatás túlélésének. Most ezek közül mutatok be hármat, a többit pedig meghagyom a következő részekre. Üzbegisztán és Kazasztán határán az Aral-tavon található a Vozrozhdenja sziget, melyen a hidegháború idején a szovjetek Aralszk 7 néven titkos biológiai fegyverlaboratóriumot működtettek. A lépfenétől a különböző himlőkön át a pestisig mindenféle baktériummal kísérleteztek itt. A telepet végül 1991-ben felszámolták, de a felszerelést és az ott használt anyagok egy részét nem megsemmisítették, hanem szimplán ott hagyták, vagy a helyszínen egyszerűen eltemették. Így került a föld alá több tonna lépfenes spóra is, mely emberek millióinak a kiirtására lenne elegendő. Éppen ezért ezt a tó visszahúzódása miatt azóta már csak félszigetet, a mai napig is kizárólag csak vegyvédelmi ruhában és maszkban tanácsos megközelíteni. A brazil partok közelében található Ilha da Climadát kígyószigetnek is szokták nevezni, mégpedig az ott őshonos lándzsafejű kígyó után. A hüllőkön kívül csak madarak élnek a szigeten, ezért a kígyóknak különösen gyorsan ölőmérget kellett kifejleszteniük, hogy zsákmányuknak ne legyen lehetősége elrepülni a marás után. És mivel ezek az állatok az emberekre is halálos veszélyt jelentenek, a brazil kormány megtiltotta, hogy bárki is a szigetre merészkedjen. A legenda szerint egyébként kalózok telepítették be ezeket a ma már szigorúan védett kígyókat a szigetre, hogy megvédjék a kincseiket. A tudósok viszont ezt az elméletet cáfolják, ugyanis bizonyíthatóan több mint 11 ezer éve élnek ott. Az Indiához tartozó Andamán-szigetek része az egészen apró Észak-Szentinel-sziget, melyet a mai napig egy igencsak harcias ősi törzs védelmez.
Mindenkiben ellenséget látnak, aki a szigetükre merészeli tenni a lábát, ezért azonnal végeznek is a betolakodókkal. Utoljára 2018-ban öltek meg egy amerikai misszionáriust, aki megpróbálta felvenni velük a kapcsolatot. Őszintén szólva, én nagyon szimpatikus lépésnek tartom az indiai kormány részéről, hogy ezek után nem a benszülötteket szankcionálta, hanem törvénybe iktatta, hogy nem csak a szigetet tilos látogatni, de még annak 5 kilométeres körzetébe sem szabad belépni. A világ 195 országából mindössze 44 olyan van, melynek nincs közvetlen kapcsolata valamelyik tengerrel vagy óceánnal. Ezek közé tartozik természetesen Magyarország is. Azonban mindössze 2 olyan ország létezik, melynek nemhogy saját tengerpartja nincsen, de egyetlen szomszédja sem határos nagyobb vizekkel. Ezek pedig Liechtenstein és Üzbegisztán. A legtávolabb mégsem ezek az országok fekszenek valamelyik tengertől, hanem Kirgizisztán, melynek legközelebbi pontja is 1650 kilométeres távolságra található az Indiai óceántól. A második kérdés úgy hangzott, hogy melyik a világ legnagyobb temploma. A helyes válasz pedig a vatikáni Szent Péter Bazilika. Az épület belső hossza 211,5 méter, magassága pedig 132,5 méter. Alapterülete 15.160 négyzetméter, vagyis nagyjából kétszer akkora, mint egy szabványos futballpálya. Méretét jól illusztrálja, hogy egyszerre 20.000 embernek tudnak benne ülőhelyet biztosítani. A kínai nagyfal az ember által valaha készített leghosszabb építmény. Teljes hossza 21.196 kilométer. De hogy könnyebb legyen megérteni, hogy ez mekkora távolság is valójában, íme néhány példa. New York Budapesttől kereken 7.000 kilométerre található, vagyis ha háromszor tennénk meg ezt az utat, még mindig majdnem 200 kilométerrel rövidebb lenne, mint a nagyfal hossza. Budapesttől a legtávolabbi főváros az új-zélandi Wellington, de még ez is csak 17.976 kilométer, tehát a fal még mindig 3.220 kilométerrel vezet. A világ két egymástól legtávolabb fekvő fővárosa pedig a paraguayi Asunción és Taipei, vagyis Taiwan fővárosa. A kettő 19.937 kilométerre található egymástól, ami még mindig nem elegendő az összehasonlításhoz. Ezért inkább azt mondom, hogy Magyarország határa összesen 2106 kilométeres, vagyis a kínai nagyfal pont 10-szer érné körbe országunkat. Következzen újból egy kérdés. Melyik földrész leghosszabb folyója a legrövidebb? A. Európa. B. Ausztrália. C. Észak-Amerika. D. Ázsia. Bizonyára sokan emlékeznek még a 2004. december 26-án bekövetkezett cunamira. Ennek kiváltó oka egy Szumátra partjai közelében keletkezett tenger alatti 9,2-es erősségű földrengés volt, mely 30 méter magas hullámokat indított pusztító útjukra. Következményeképpen 14 országban összesen 227.898 ember vesztette életét, amivel az esemény kiérdemelte a valaha volt egyik leghalálosabb természeti katasztrófa címet. Azonban magasságát tekintve távolról sem ez volt a legnagyobb ismert szökőár a világtörténelemben. 1958. július 9-én az Alaszkában található Lituya Bay környékét egy 7,8-as erősségű földrengés rázta meg, melynek következtében egy 30 millió köbméteres földdarab omlott az öböl vizébe. Ez a földcsuszamlás pedig egy 535 méteres, vagyis a Gellért-hegynél kétszer magasabb hullámot generált. Mivel az eset egy szinte lakatlan területen, egy zárt öbölben történt, ezért csak az ott tartózkodó 3 hajó esett meg a cunami áldozatául, és szinte hihetetlen módon mindössze 2 ember vesztette életét. Ahogy az előző részben is említettem, a mai napig nem tisztázott, hogy a Nílus vagy az Amazonas földünk leghosszabb folyója. Azonban a világ folyóival kapcsolatban nem a hosszuk az egyetlen érdekesség, amit érdemes megemlíteni, ezért összegyűjtöttem néhány egyéb szempontot is.
A közép-afrikai Kongó River a legmélyebb folyó a világon. Bár pontos mélységét az idáig még nem sikerült meghatározni, a tudósok egyetértenek abban, hogy egyes pontjain akár a 230 métert is elérheti. Összehasonlításképpen mondom, hogy bár a Duna a szerb-román határon található Vaskapuszorosnál akár 70-80 méter mély is lehet, Budapestnél vízállástól függően általában 3 és 10 méter között szokott változni. És ha már a Duna szóba került, azt is érdemes megemlíteni, hogy ez a világon a legtöbb országot érintő folyó. Szám szerint összesen 10 államon halad keresztül, vagy legalábbis határos vele. Sőt, még abban is világelső, hogy vízgyűjtő területe 19 országra terjed ki. A legutóbbi kérdés úgy szólt, melyik földrész leghosszabb folyója a legrövidebb. A helyes válasz pedig Ausztrália. Az Ausztrália déli részén lévő Murray River mindössze 2508 km hosszúságú. A második helyen pedig Európa áll. A mi földrészünk leghosszabb folyója a 3530 km-es Volga, mely teljes egészében Oroszország területén folyik. Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az Antarktika is földrész, márpedig ott egyetlen folyó sincs. Tehát elméletben a déli kontinenst is kihirdethetnénk győztesként. A folyókkal együtt járnak a vízesések is, úgyhogy azok közül is meg kell emlékeznünk néhány különlegesebbről. Földünk legmagasabb vízesése a Venezuelában található 979 méter magas Angel Falls. Nevét James Angel pilótáról kapta, aki az 1930-as években egy repülése során először pillantotta meg az zuhatagot. Magassága mellett a vízesés másik érdekessége, hogy nyáron gyakran előfordul, hogy vize még azelőtt elpárolog, mielőtt elérni a legalsó pontját. A Laosban található Kune vízesés mindössze 21 méter magas, tehát ezzel nem igazán kerülne a legek közé. Ellenben a szélessége 10.783 méter, amivel nem csak Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb vízesése, de egyben a legszélesebb is a világon. Földünk legnagyobb vízhozamú zuhataga pedig a Kongói Demokratikus Köztársaság területén található Inga Falls, melyen átlagosan 42.500 köbméter víz zúdul le másodpercenként. Mindez azt jelenti, hogy percenként 1000 olimpiai úszómedencét tudna vízzel feltölteni. Azért Európának is van egy rekorder vízesése, mégpedig az Olaszország kellős közepén, Umbria régióban lévő Cascata delle Marmore. Ez az zuhatag pedig azzal emelkedik ki a többi közül, hogy 165 méteres magasságával ez földünk legnagyobb ember által készített, tehát nem természetes úton létrejött vízesése. Bolíviában található a világ legnagyobb és egyben a legmagasabban fekvő felszíni sómezője. Felületét nagyjából 10 milliárd tonna só borítja. De nem csak rengeteg só található itt, hanem annyi lítium is, hogy egyes becslések szerint itt rejtőzik földünk legnagyobb lítium lelőhelye. A modern tudomány szempontjából is hatalmas jelentősége van ennek a 3656 méteres magasságban elterülő sósivatagnak. Mégpedig azért, mert az esős évszakban ez a terület egy hatalmas egybefüggő tükörré válik. Ez az óriás tükör pedig ideális helyszín a GPS műholdak kalibrálásához, ehhez ugyanis egy fény visszaverő felületre van szükség. És bár leginkább az óceánokat szokták erre a célra használni, itt sokkal pontosabb eredményeket kaphatnak. Ennek oka, hogy a 10.500 négyzetkilométeres terület legalacsonyabb és legmagasabb pontja között mindössze néhány centiméter az eltérés. Ez a több tízezer éve kiszáradt tómeder egyben a világ legnagyobb tökéletesen vízszintes felülete. Most ez csak egy ilyen kis rövid epizód volt, de ha szeretnéd, hogy készítsek további hasonló videókat, kérlek írd meg kommentben, és a Gazdaságos Utazó Facebook oldalra is szeretettel várok mindenkit. Ha esetleg privát üzenetet szeretnél küldeni, azt a gazdaságosutazókukac@gmail.com címre várom. Kérlek, ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Ha a kis harangombot is megnyomod, mindig azonnal értesítést fogsz kapni a legújabb filmekről. És ha tetszett ez a videó, kérlek nyomj egy lájkot, és oszd meg másokkal is a Facebookon.
Köszönöm a figyelmedet!